A legfelső tanács törvényt fogadott el az állami határőrszolgálat létszámának 15.000 katonával történő növeléséről, közölte szerdán az Erbeka hírportál Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő Telegram csatornájára hivatkozva. 327 képviselő támogatta a kormány 11.91. számú törvénytervezetének elfogadását. A törvény szerint az állami határőrség teljes létszáma egy éven belül a hadi állapot megszüntetésétől vagy megszűnésétől számítva Ukrajna területén legfeljebb 75 ezer fő lesz, ebből 67 ezer katona. Amint Mennyi csak a kormányfő állandó megbízottja a legfelső tanácsban kijelentette, ez azzal függ össze, hogy sürgősen létre kell hozni és növelni kell az állami határőrszolgálat harci tartalékait a védelmi erők részeként, valamint biztosítani kell az állami határőrszolgálat felkészültségét a háború utáni időszakban az államhatár ellenőrzését a nemzetközileg elismert vonalom. Szerinte a létszámnövelés azzal is összefügg, hogy az állami határőrszolgálat rendelkezésre álló erői és eszközei megfelelően reagálnak az államhatáron fenyegető tényleges és potenciális nemzetbiztonsági veszélyekre.